A kormány kiemelt és komplex program indítását tervezi a megváltozott munkaképességű emberek munkaerőpiaci integrációjáért. 10 milliárd forinttal megtolják a jelenlegi támogatási keretet. A cégek eddig is éltek a járulékkedvezményekkel, bár több termelési szektorban nincs elég megváltozott munkaképességű dolgozó. Nincs annyi munkára váró megváltozott munkaképességű ember, mint amennyi álláshelyet kínálnak számukra, és mint amennyi foglalkoztatott támogatására az állam lehetőséget biztosít. Vannak térségek, ahol ez jellemző. A Start vállalatnál 1500-an dolgoznak, de körülbelül 100 szakképesítéshez kötött munkavállalót keresnek. A cégeknek megéri a nyílt munkaerőpiacon is megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztatni, hiszen járulékkedvezményt kapnak, és akár egyéb képzési támogatásokban is részesülhetnek. Az állam a 2016-os költségvetésben is biztosítja erre a forrásokat. Hazánkban 30 ezeren dolgoznak rehabilitációs kártyával, csak nem 5 éve annak, hogy elkezdődött a Rokkantak komplex rehabilitációs felülvizsgálata. A közelmúltban a sajtóhírek szerint is azok az érintettek, akik kimaradtak az eljárásból, felgyorsítanák számukra a minősítés folyamatát. A kötelező együttműködés 37 ezer embert érint országosan. Akik a felülvizsgálaton rehabilitálhatónak minősülnek, aktív munkahelykeresésre kötelezettek lesznek. Az úgynevezett védett foglalkoztatásban pedig szeretnék elérni azt is, hogy a szakképzetlen dolgozók száma csökkenjen, ezért támogatott képzésekre lenne szükség. Köszöntöm a stúdióban Balogh Zoltán vezérigazgató urat, a Start Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft. Vezérigazgatóját. Jó estét kívánok! Ez a komplex rehabilitációs program tehát 2012 óta zajlik, már vannak jelentős tapasztalatok. Előbb talán beszéljünk arról, hogy a megyében mi a helyzet. Ebben a megyében mondhatjuk azt, hogy arányaiban talán még több a megváltozott munkaképességű a lakosság egészségi állapotára. Örömre szolgál, hogy a Köcsei Televízió nézőit újra lehet tájékoztatni a fejleményekről. Igen, a történet 2011 őszén kezdődött, durván 5 évvel ezelőtt, amikor megjelent az a törvény, ami először törvény szinten szabályozta ezt a fajta programot, amire mi most beszélünk. Az elmúlt 4,5-5 évnek a tapasztalatait lehet most értékelni, ami folyamatban van, és a kormány ezt folyamatosan értékeli. Jogszabályok sorozata várható a napokban, hogy megjelenik, pici része megjelent. Néhány nappal ezelőtt Budapesten kaptam arról egy tájékoztatást, hogy a képzés foglalkoztatás egyáltalában annak a programnak a végrehajtása, hogyan áll, amiről mi most beszélünk. Az elmúlt időszakban nem sikerült olyan ütemben a felülvizsgálatokat a bizottságoknak befejezni, mint ahogy ezt szerették volna. Ennek azért van jelentőség, hogy az érintettek tudják, hogy a tranzit minősítésűeknek a kedvezménye az 36 hónap. Ez a 36 hónap most már egyeseknél lejárt, föl kell gyorsítani a vizsgálatokat, és megjelent egy kormányrendelet, ami arról intézkedik, hogy az orvosi bizottságokat föl kell bővíteni, ahol szűk a keresztmetszet, megyénkben is szűk a keresztmetszet. Közben megjelennek az újak. A régiek felülvizsgálatában viszont olyan szempontból vannak olyan eredmények, ami el is hangzott itt a bejátszásban. Most már beszélhetünk arról, hogy több a munkaadó részéről a kínálat, mint a munkavállalók részéről a kereslet. Hogyan alakul itt a védett foglalkoztatás, illetve az akkreditált foglalkoztatók és a nyílt munkaerőpiac szerepe? Az a jogszabály, amiről most tettünk említést, és 2012. január 1-től működik, az jelentősen behatárolta a rokkanyugdíjak ügyét, hiszen ott a rokkanyugdíjakat szüntette meg, több százezer fővel csökkent a létszámuk, ennek most az összes okát nem mondanánk el, erről többször beszéltünk már a megyei sajtóba. A lényeg az, hogy ma a foglalkoztatásban egy olyan bővítést lehetett elérni, részben a védett foglalkoztatásnál, részben a nyílt munkaerőpiacok megnyitásánál, amit nagyban segített az a 30 ezer körül rehabilitációs kártya, ami a nyílt munkaerőpiacon a megváltozott munkaképességűek elhelyezkedését segíti, hiszen a munkaadó járulékfizetési kedvezményt kap. Arról nem beszélve, hogy mentesül a rehabilitációs hozzájárulási adó fizetési kötelezettsége alól. Egyébként, említettem, hogy a múlt héten volt erőtájékoztató,
úgy tűnik, hogy tovább fogja bővíteni a gravitációs kártya kedvezményezetteinek a körét, tehát valószínűleg tovább fogja vonni az a elhelyezkedési arány, ami ma a megváltozott munkaképességek és a munkában lévők között van. Ebből adódik az, hogy egyébként Nyíregyházán és Szabolcs megyében, és egyébként Védeszertek Országos Szövetségének elnökeként tudom, hogy az egész országban ma sem tudjuk feltölteni a kormány és a parlament által országgyűlés által biztosított keret létszámát, ami több mint 30 ezer támogatott munkavállalót jelent. Ez persze nem azt jelenti, hogy nincs elég megváltozott munkaképességű, sokkal inkább a képzettséggel van probléma, én úgy gondolom. A dolog kétérő, így van. Részben a képzettséggel van probléma, ma a technikának a rendkívül gyors ütemű fejlődése mellett a képzésre szánt források azok szűk keresztmetszetűek. Nálunk két ütemben történt képzés, a második ütemű képzésben 175-en vettek részt. Arra próbáljuk felhívni az illetékesek figyelmét, hogy alapszakmai képesítéseket vagy részszakmai képesítéseket kell ahhoz nyújtani, hogy nyílt munkaerőpiacon értékük legyen ezeknek az embereknek, és valamit tenni kell a megváltozott munkaképességek érdekében, és ez pedig az, hogy a 4 órás támogatottsági korlátot, azt meg kellene változtatni, ma sokan elveszítették az ellátást, abból adódóan, hogy túlélték a 4 órás foglalkoztatási korlátot. Ha valakit ki akarunk vinni a nyílt munkaerőpiacra, azt fokozatosan föl kellene növelni. Nagyon sok javaslatot tesz egyébként a Védeszertek Országos Szövetségehez, számos ebből elfogadásra is került, és egyébként következményként nem csak a jogszabályváltozások, hanem a foglalkoztatási arány is jelentősen javul. Talán egy kicsit rugalmasabb hozzáállás lenne az, ami eredményre vezethetne, hiszen van olyan megváltozott munkaképesség, aki valóban nem is képes 4 óránál többet dolgozni, mert nem bír, viszont aki megbír, annak meg lehetőséget kellene adni. Itt ugye különbséget teszünk a rehabilitációs ellátásban, illetve a rokkantsági ellátásban részesülők között, hiszen egyik dolgozhat 8 órát, a másik viszont nem. Igen, csak pont keresztbe van szabályozva, akinek súlyosabb az állapota, ott nincs a munkaidő korlátozva, és pont azoknál, akik gravitációs ellátásban részesülnek, tehát esélyük lehet arra, hogy 36 hónap múlva nyílt munkaerőpiacon kell elhelyezkedniük, miután elveszítik ezt a támogatottsági lehetőségüket, és ennek az ismétlése ez ritkán fordul elő. Az ő esetükben a 4 órás korlát, aki a 37. hónapban lép és kimegy a nyílt munkaerőpiacra, ott nagy esélye van, hogy már nem 4 órában kellene neki dolgozni, elveszítette az ellátását, elveszítette ezt a fajta kedvezményét, kvázi jobb az egészségi állapota, mint amit a jogszabály ma előírt, mert a 36 hónap elégséges idő volt, hogy föl tudjon javulni. Azoknál, akiknek egyébként nem lesz esélyük arra, hogy nyílt munkaerőpiacon tartósan elhelyezkedjenek, mert a rokkantságuk olyan szintű, látássérült, mozgássérült, nem sorolom lassan, a tévénézői már jobban tudják, mint én szoktam mondani. Az ő esetükben nincs munkaidőkorlát, ott jövedelemkorlát van, de nekik esélyük nincs arra, hogy hosszú munkaidőt tudjanak, de az ő állapotok ezt nem engedi meg. Vajon mi az oka annak mégis, hogy ezt így alakították ki, mi a logikája, hogyha ebben már látszik ez az ellentmondás? Hát erre sokféle válasz lehet adni. Az egyiket, hogy a sajtó segíthet ebbe többet, nem a Kölcsei Televíziónak szól, ez egyébként tényleg nagyon kell ahhoz, hogy ezek az emberek kapjanak ebben segítséget. Kell a jogszabály alkotó segítsége, kell a kormány segítsége, az államtitkárság segítsége. Úgy tűnik egyébként, ezt országos vezetőként tudom mondani, hogy ebben folyamatos elmozdulások vannak, és kellenek olyan pénzügyi források, amik ezt lehetővé teszik, és végezetül kell az Európai Uniónak egy olyasfajta segítsége, ami a közös szabályokat alakítja ki. Néhány napon belül fogunk találkozni Európai Uniós országok vezetőjének a megbeszélésére, mert a kormányzati munkában ez a fajta előremutató segítség feltétlenül kell. Természetesen azok a fajta migrációs folyamatok, amiknek a sajtó folyamatosan hírt ad és látja a televízió híradóiba, ezek nem segítenek nekünk. Arról nem beszélve, hogy itt azért egy szemléletformálásra is szükség lenne a munkáltatók részéről, különösen a nyílt munkaerőpiacról lenne szó, hiszen azért itt értékes emberekről van szó, akik azért a megmaradt képességüket tudnák még hasznosítani,
hasznosítani, arról nem beszélve, hogyha erre lehetőségük is van, akkor valószínűleg a betegségük lefolyása is másképp alakul, mint hogyha... Még ezt, amit el tetszett mondani, ezt én nagyon szívesen kiegészíteném azzal, hogy a munkavállalóknál is kell azért most már egy szemléletváltás és formálás. Ma elmutat a világ, hogyha ebből az egészségi állapota, akkor hozzáadott értékteremtés nélkül lesz munkabér. Nem lesz munkabér. El kell fogadni azt, hogy el kell végezni azokat a munkákat, amire egyébként a szakorvosok által megállapított képességei megmaradtak. Nem biztos, hogy ez jó taktika, amit egyébként most Nyíregyházi megyei országos szinten is tapasztalunk, hogy úgy érzi a munkavállaló, hogy szociális segély a munkabér. Ez nem fog így működni. Vezérigazgató úr, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm, hogy elmondhattam.